A lakosság pénzét is mozgósítaná az állam, vagyis adjunk mi kölcsön, vegyünk állampapírt, és így az ország is jól jár, és az is, aki megtakarít. Legalábbis ezt ígérik a gazdasági tárcánál, sőt, sok pénzt áldoznak arra, hogy minél több lakossági megtakarítás állampapírban legyen. Mellár Tamás közgazdász a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És ott fejeztük be az előbb ezt a témát Tukacs Istvánnal, hogy szerint ez gyakorlatilag olyan, mint a békekölcsön, és hogy az állam kényszeríteni akarja a lakosságot, hogy azért adjon pénzt az államnak, mert az az államnak jó lesz, nem azért, hogy ő maga jól járjon. Ön szerint mi a helyzet? Valójában jól járhat mindenki ezzel a történettel, vagy tényleg a békekölcsönre emlékezteti önt is az egész? Hát ebben a pillanatban ez még a békekölcsönre nem emlékeztet engem, mert azért ugye most látni kell azt, hogy az állampapírok után jelentős kamatot fizet, ígér az állam, ami azt jelenti egyébként összehasonlítva, mondjuk más befektetési lehetőségekhez képest, ez egyébként egy eléggé nyereséges dolog. Azonban a dolog persze nem ennyire egyszerű, ennek azért más problémái is vannak. Hát az egyik nagyon fontos problémája ugye az az, hogy nyilvánvalóvá vált az állam számára az, hogy nem érdemes devizába továbbra eladósodni, mert az komoly problémákat jelent, ugyanakkor pedig hát a forint piacon ugye nincsen elég befektető, hiszen ugye a magánnyugdíj pénztáraknak a megszűnésével ez a fajta kereslet is kiesett, és most keresi, hogy a belföldi kereslet hogyan is jöhetne létre. De hát ugye a lakossági megtakarítások elég alacsonyak. Most, hogyha az állam megpróbálja a lakossági megtakarításokat becsatornázni azért, hogy állampapírokat vegyenek, ez önmagában nem lenne problematikus, ráadásul magas kamatok mellett ez működőképes dolog is lehet. Csak hogy a másik oldalon viszont, hogyha ezek a megtakarítások viszont nem jelennek meg a bankoknál, és nem adnak kellő fedezetet arra, hogy a beruházásokra lehessen hiteleket adni, vagyis közgazdászokba szokták mondani, hogy kiszorító hatás érvényesül, hogy az állam kiszorítja a magánberuházásokat, az állami kiadások, akkor ez ugye a gazdasági növekedést fogja gyengíteni. Vagyis megint csak a már eddig is elég sokat terhelt bankszektoron csapódik végül az egész. Igen, mert ugye, hogyha bankoknál ez a megtakarítás nem jelentkezik, akkor ők ennek fejében nem tudnak újabb hiteleket adni, és hogyha hiteleket nem adnak, akkor nem lesznek beruházások, és hát most ugye már a harmadik esztendőben vagyunk úgy, hogy a beruházások csökkennek, és a beruházások csökkenése viszont azt jelenti, hogy nincs tőkeképződés, ha nincs tőkeképződés, akkor ez azt is mutatja, hogy a gazdaság egy olyan 0-1% közötti potenciális növekedési pályán működik, megy, valójában pedig ugye arra lenne szükség, hogy egy 2-3%-os gazdasági növekedés legyen, de hát ahhoz egy erőteljes és stabil beruházási háttérre lenne szükség. És most viszont az látszik, hogy az állami finanszírozási igények kiszorítják a magánberuházásoknak a forrásait. Ez nem egyfajta rókafogta-csuka helyzet egyébként? Mert amikor azt latolgatják elemzők, hogy egyáltalán mi vitte a kormányt ebbe az irányba, akkor azon kívül, hogy a magánnyugdíjpénztárak ugye kiestek, mint nagy állampapírvásárlók, és ha tetszik, ugye a kormány itt a saját lépésének szembesült a következményeivel, az a másik, amit emlegetni szoktak, hogy ugye terhelték a magyar bankszektort, és itt is a saját lépésének szembesült a következményével a kormány, mert hogy a bankok egyre inkább, most már inkább kiviszik az országból a pénzt, és éppen, hogy nem a magyar gazdaságba fordítják vissza, hogy az ön elmondta az előbb, hogy miért is kéne. És ebből a szempontból pont azért jutott eszükbe az, hogy akkor a megtakarításokat államkötvénybe átirányítani, mert hogy a bankokra nem lehet megfelelőképpen számítani. Másfelől viszont ezzel tovább rontják ugyanazt a spirált, erről van szó. Igen, és hát meg egyébként alapvetően arról is, hogy ugye a korábbi időszakban erőteljesen a nemzetközi piacokról próbálta a finanszírozási forrásait megteremteni a kormány, tehát ugye deviza kötvényeket bocsátott ki, és ebből szereztem meg. Az drágább, mint magas hozamokon államkötvényeket adni magyar lakosságnak? Itt ugye az alapkérdés az árfolyam kockázat kérdése, tehát ugye az árfolyam kérdése, mert egyébként kedvezőbb lehet devizába
hiteleket fölvenni az államnak is, csak hogy akkor ott van ugyanúgy, ahogy a lakosságnak is, hogy van egy árfolyam kockázata, hogyha a forint árfolyama elkezd gyengülni, akkor ebből következően az államadósság is növekszik. Ugye ezt láthattuk a tavalyi esztendőben, hogy jelentős mértékű magánnyugdíjpénztári vagyon került be az államadósság törlesztésére, és összességében mégsem csökkent az adósság GDP hányados, hogy 80% körül maradt a tavalyi év végi adatok alapján, azért, mert a forint árfolyama jelentős mértékben romlott. Na most, hogyha ezt ki akarjuk küszöbölni, akkor nincs más lehetőség, mint az, hogy forintba kell átstruktúrálni a kormánynak az adósságát. Ehhez viszont szabad forrásokra lenne szükség, és itt viszont akkor ugye versenyeznie kell a beruházásokkal is az államnak, és ebből jön az a konfliktus, amiről az előbb beszéltem. Csak ehhez az egészhez alapvetően bizalomra is lenne szükség, és ugye a magyar gazdaságpolitikát ön is elég alaposan bírált az utóbbi hónapokban, de nagyon sokan a magyar kis befektetők, illetve egyszerűen a lakosság köréből is gyakorlatilag azt a döntést hozták meg, különösen az elmúlt év utolsó hónapjaiban, hogy nem, hogy állampapírt nem vettek, hanem még a lakossági megtakarításaikat is kimenekítették, vagy az országból, vagy a párnacihában, mert annyira féltek attól, hogy mi lesz akkor, hogyha nem lesz mondjuk például IMF kölcsön. Hát mennyire van meg most az a bizalmi légkör, hogy az ember a magyar állampapírba egyáltalán befektessen, különösen amikor ezzel az egésszel kapcsolatban ez egyre inkább az jelenik meg a sajtóban, hogy nem arról szól-e netán, hogy ne kelljen az IMF kölcsön. Hát én mindig nincs meg, mert ugye azért jól lehet látni, hogy bár mérséklődött a CDS felár, és most ugye nem kell 10%-ot ajánlani a befektetőknek, hogy állampapírokat vegyenek, de hát azért a 7-8%-os szinten van most is, ami igen magasnak számít, és ugye ehhez képest bizony sokkal előnyösebb lenne, hogyha egy IMF hitel lenne, mert az IMF hitel ezen jóval alacsonyabb, 3-4%-os sávba lehetne akkor finanszírozni. De elképzelhető ön szerint, hogy ez az egész állampapírvásárlási nyomás, amire egyébként 2 milliárd forintot költ a kormány, vagyis egyáltalán annak az elérésére, hogy az emberek erre hajlandóak legyenek, ez részben arról is szólhat, hogy mi van, ha nincs IMF kölcsön, vagy hogy nem is akarják igazából felvenni az IMF kölcsönt, és hogyha ez így van, és ez bekövetkezik netán, akkor ez milyen hatással van azokra, akik beruháztak állampapírokban? Ez teljesen egyértelmű egyébként. Nyilván a kormány azt gondolom, hogy két ok miatt is gondolkodik így. Egyfelől azért is, hogy ha valami külső okok miatt nem valósulhat meg, ez az IMF egyesség akkor hogyan tudja finanszírozni, és úgy tűnik, hogy most ennek az évnek a végéig normális helyzetbe tudja finanszírozni a költségvetést. A másik pedig az, hogy valószínűleg nem is akarja, az állam sem akarja azt, hogy a kormány sem akarja azt, hogy legyen egy újabb egyesség, és ez az újabb egyesség, ez azt is jelenteni, hogy jelentősen kellene korlátozni a gazdaságpolitikának a mozgásterét, hiszen akkor ezek a úgynevezett nem konvencionális lépéseket nem lehetne megvalósítani. Tehát a tárgyalásnak a föntartása az érdek, hogy nagyjából legyen egy valamekkora bizalom, hogy lehessen kibocsátani állampapírokat, illetve hogy lehessen esetleg más forrásokból is finanszírozni ezt az egészet, és így gyakorlatilag akkor ezt az IMF-et meg lehessen úszni. Csak ennek az a nagy problémája, és az a nagy hátulütője, hogyha a világgazdaságban valamilyen változások elindulnak, vagy valamilyen bizonytalanság elkezdődik, akkor egy IMF egyesség hiányába Magyarország borzasztóan sebezhető lesz, és akkor ezek a források nagyon kevesek lesznek, és akkor a forint árfolyama újból elkezd gyengülni, a CDS felár pedig újból emelkedik, ami viszont azt jelenti, hogy mégiscsak valamilyen rendkívüli megoldásra lesz szükség. Tehát én azt gondolom, hogy ugyan meg lehet ezt próbálni, hogy kibekkeljük IMF hitel nélkül, és megegyezés nélkül, és hogyha minden szépen, békésen alakul, akkor ezt meg is lehet tenni. Azonban ennek kicsi a valószínűsége egy ilyen világgazdasági helyzetben. Ráadásul egyébként úgy látom most, hogy a befektetők is egyre türelmetlenebbek, mert ugye ők beáraszták korábban azt, hogy lesz IMF megegyezés, most úgy tűnik, hogy ez egyre távolabbi, és hogyha itt megfordul a szemléletmód, és azt mondják, hogy mégsem lesz, és ebből következően a magyar gazdaság sebezhető, akkor ez azt jelentheti,
hogy bizony sokkal másabb környezetbe kell a kormánynak a gazdaságpolitikáját megfogalmazni. Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy épp, vagy talán nem is biztos, hogy kell, hogy turbulencia legyen a világgazdaságban. Éppen elég turbulenciát okozhat az, hogyha ezt a már előre beárazott IMF-hitelt végül is nyilvánosan visszautasítja a kormány, hogy bármilyen okból megszakadnak a tárgyalások. Persze Matolcsy György az most nemrég úgy nyilatkozott, hogy ha nem is a pénze, de a bizalomra szükség van, és van egy ilyen kétszólamú kommunikáció a gazdasági minisztériumtól és a kormánytól, tehát folyamatosan vannak arra utaló nyilatkozatok, hogy igenis meg akarnak állapodni az IMF-fel. Másfelől viszont éppen ma a reggeli hír, hogy azt mondta a gazdasági miniszter, hogy azt nem tartja elfogadhatónak, ha politikai feltételei vannak az IMF-nek az Európai Bizottság által támasztott feltételeken keresztül a hitelkeret biztosításához. Ezt értelmezzük úgy, hogy egyre távolabb tolják a megállapodást? Igen, tehát ez egyértelműen az időhúzásra játszik a kormány, tehát az a taktika, hogy tárgyalunk, de igazából nem egyezünk meg, nem akarunk meddig megegyezni. Meddig lehet ezt húzni? Tehát meddig lehet... Hát ez alapvetően, mondom, attól függ, hogy mit gondolnak a befektetők. Tehát ugye a befektetők most még félnek attól, hogy egy más pozíciót próbáljanak meg elfoglalni, tehát mondjuk a forint gyengülésére számoljanak, azért, mert akkor elképzelhető egy olyan helyzet, egy olyan szituáció, hogy a kormány gyorsan tető alá hoz egyfajta egyességet, és akkor a forint úgy beerősödik, és akkor ők ezekbe a pozíciókba belekerülhetnek. De ahogy az idő múlik, tulajdonképpen ennek a lehetősége egyre kisebb lesz, és egyre nagyobb lesz a valószínűsége annak, hogy mégiscsak elkezdenek a forint ellen spekulálni. Tehát ön szerint, hogyha adna tanácsot a kormánynak, bár tudom, hogy leírta, hogy most már nem hívják ezekre a háttérbeszélgetésekre sem, akkor ész nélkül meg kéne állapodni politikai feltételekben is akár? Tehát meg kellene állapodni mindenképpen, mert én szerintem a bizalmat, a befektetői bizalmat sem lehet anélkül megszerezni, hogy ez ne legyen meg. És a legfontosabb dolog egyébként az, hogy azt kellene a kormánynak deklarálni, hogy ő tartózkodik ezektől, az nem konvencionális eszközöktől, és egy olyan gazdaságpolitikát fog elindítani, amely gazdaságpolitika egyértelműen is világosan egy fenntartható pályát jelöl ki, mégpedig azokkal az eszközökkel, amit az Európai Unió is elfogad. Én azt gondolom, hogy ha ezt ő deklarálná, és mondjuk erre jó esély lehet most az új konvergencia program, amelyet ugye április végéig le kell tenni az asztalra, akkor én azt gondolom, hogy mindenfajta akadály elhárulhatna, és akkor ez jelenthetne a befektetők számára is egy sokkal jó teljesebb bizalmi környezetet és bizalmi légkört. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét.